Gigantikus drogfogás után a nagy booking botrány. Itthon már a 3000-et is meghaladja azon szállásadóknak a száma, akiknek nem fizet a booking. A világ egyik legnagyobb utazási oldala karbantartásra hivatkozik, de van olyan szállásadó, aki már június óta nem kapta meg a neki járó összeget, sok esetben akár több millió forintról van szó. 601 fő. Jelenleg ennyien vannak egy közösségi felületen szerveződő csoportban, amelyben azok osztják meg tapasztalataikat, akik hetek óta a saját pénzükre várnak az egyik legismertebb szállás közvetítő oldaltól. Nekem is augusztus 4-ét írt, hogy utalták. Nem érkezett meg. Az ügyintéző szerint egyáltalán nem biztos, hogy elindították. Semmit nem tehetek, várjak. Írja az egyik elkeseredett szállás tulajdonos. A szállodákban jellemzően a vendégek fizetnek méghozzá helyben. A szállodák pedig ezt követően fizetnek csak a bookingnak egyfajta járadékot. Kisebb szállások esetén viszont aki lefoglalja a szállást, a bookingnak fizet. A bookingnak pedig ezután kellene kifizetni a szállásadókat, most azonban ez nem történik meg. A Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adatai szerint eddig mintegy 3000 érintett van itthon. 80%-uknak a mai napig tartozik a globális szálláshely közvetítő oldal. Az ügynökség ezért jogsegélyszolgálatot indít és egyeztetést kezdeményez az érintett hatóságokkal. Elfogadhatatlan, hogy egy olyan ágazatban, amelyben az értékesítés már a nagy részt az online térben zajlik, az egyik legnagyobb online platform a kisvállalkozókkal szemben próbálja érvényesíteni erőfölényét. Ezzel családok ezreinek megélhetését veszélyeztetik. Ráadásul ezt éppen a főszezonban teszik. Az MTÜ a kialakult helyzet miatt egyeztetést kezdeményez az érintett hatóságokkal, a bajba jutott vállalkozások számára pedig jogsegélyszolgálatot indít. Az ügyet a nagyobbik kormánypárt sem hagyta szó nélkül. A Fidesz közleményében azt üzente a globális oldalnak, elvárják, hogy haladéktalanul fizessék ki a magyar szállásadókat. És vannak újabb fejlemények az ügyben. Ott van már Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetsége vezetője, Lendvai Bianca mellett. Szervusz Bianca, tiétek a szó. Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. Valóban, ahogy elhangzott, nagyon sok kellemetlenséget okozhat az, hogy a booking.com sokaknak késik a kifizetéssel, de hogy éppen most hol tartanak, arról tehet dr. Mörk Lászlót kérdezem. Egy kicsit az elejéről legyen kedves, beszéljen. Hogy is kezdődött, hogy alakult ki ez az egész? Hát talán ne szaladjunk ilyen messzire, nem mindenki ismeri a Booking.com-ot, jó lehet egy eléggé ismert cég és nagy cég, 15-17 ezer alkalmazottja van. A Booking egy óriási szállásportál, egy virtuális piac, ahol egymásra találhatnak a szállásszolgáltatók és a szálláskeresők. Egyébként a konkrét problémára rátérve, júniusban kaptuk az első információkat, június közepe felé kaptuk az első információt, hogy késnek a booking részéről a kifizetések. Először azt gondoltuk, hogy egyedi eset, és aztán kezdtek sokasodni ezek a panaszok. Hát nekünk civil szervezetnek nem olyan óriási hatáskörünk van, úgyhogy első körben értesítettük az MTÜ-t, a Magyar Turisztikai Ügynökséget, és akkor ők kezdték figyelni. Hol tart most az ügy, mit lehet tudni, hogyha jól hallottam, akkor néhány kifizetés már elkezdődött? Elkezdődött. Azt nem tudom pontosan, hogy milyen séma alapján fizetnek a kis összeget, vagy a régieknek tartozó pénzeket fizetik, de az tény, hogy szorványosan elkezdődött ezeknek a pénzeknek a kifizetése. Mekkora problémát okozhat a szállásadóknak ez a késedelem, mit gondol? Hát ez nagyon, nagyon különböző, mert van olyan szállásadó, aki több szállással van fönt a portálon, ennél fogva sokkal nagyobb tartozást halmozott föl, de van akik egészen minimálisan. És viszont van olyan, akinek több millió, aki sok portált üzemeltet, annak több millió forint is fölhalmozódhatott már.
hogy az MTÜ mellett már a gazdasági versenyhivatalhoz is érkezett bejelentés. Ők miben tudnak segíteni? Hát a gazdasági versenyhivatal azt vizsgálja, hogy nem ütközik-e versenyjogszabályokba ez a tevékenység. Azért a nyár közepe van, a szezon közepe, és a Booking most kezdte felújítani az informatikai rendszerét, szélesíteni, bővíteni. Talán nem ilyenkor kellett volna. Kérdés, hogy ez nem a joggal való visszaélés esete, de ezt majd a gazdasági versenyhivatal megvizsgálja. Hozzáteszem, egyszer a gazdasági versenyhivatal már megbüntette a Bookingot 2,5 milliárd forintra. Nem tudjuk most ott pillanatilag merre tart az ügy. Nagyon szépen köszönjük. Bízunk benne, hogy minél gyorsabban megkezdődnek a kifizetések, és egyre kevesebben élnek majd ezzel a kellemetlenséggel.